utcafronti részlet növényekre pályázni. Igen, szeretném. Tehát növényeket hozunk mi, meg az ültetés elég a szerszámokat, de a növények ültetését azt önök végzik el közösségbe. Igen. Azt szeretnénk, hogyha ez a sok össze-vissza futó, ez innen kikerülne. Mi fut össze-vissza, de sem mondom. Itt ezek a futók. Ezt ki szeretné érteni? Elég, de zöld. Nem ez, ez. Ja, igen? De hát ezt lehet nyírni, ám. Lehet, de akkor sem nem lehet. Bírják. Nem lehet. Hozunk 15 darab cserét, 4 lehet a vegyesével, 5 tápanyagkockákat, és akkor önök addig a szépen rendben teszik a dolgokat. Az összes növényt ezt kiosztjuk. Jó, kiosztjuk a végleges helyére, és hogyha megvan a végleges helye, akkor utána egy picit megállunk, és akkor az ültetést azt akkor megmutatom, és akkor közösen kezdünk el utána ültetni, jó? Egyfajta növények azok egy helyen maradjanak, hogy úgy szép foltokat alkossanak, úgyhogy innentől kezdve ízlés kérdése. Nagyobbakat hátrébb, az alacsonyabbakat előrébb, de hogyha kiválasztunk egy ilyen szép rózsaszín virágot, akkor az mindenképpen egy csoportban legyen, hogy ne legyen ilyen bazári hangulat. És azért pályáztuk erre, mert nagyon be volt ültetve össze-vissza mindennel, minden, és annyira elmérgesedett a helyzet, hogy szerettük volna, hogy le egy rendezett virágos kert van itt a lakóknak, és a lakók is azt mondták, hogy örülnének meg, hogyha tényleg valami virágos lenne, nem csak zöld, és nem össze-vissza, és így megpályáztuk, és a lakók örültek. Igazából tavaly felújították a házunkat a panel program keretében, és annyira tönkrement itt a kert, az előkert, hogy úgy gondoltuk, hogy pályázunk, és akkor tegyük ezt a részt is rendbe, hogyha a házunk most már szép. Az első ilyen közösségi programunk, amit így először meghirdettünk, ahhoz képest, hogy 10-en eljöttek. Én úgy gondolom, hogy... Ez nagy dolog. Igen. Itt vannak a bevásárlóközpontok, ott nagyon szép a park, és ahogy jövünk erre kiebb, itt szét kell nézni, hogy ápolatlan, rendezetlen. És azért vállaltuk ezt a pályázatot, hogy is szerettük volna, hogy miután felújították a házat, hogy szép legyen. És a gyerekeket is arra szeretnék ösztönözni, ezeket a kicsiket például, aki itt is van, hogy kapnak egy nylonzacskót, és szépen ők is fogják itt a kertet gondozni, ápolni, hiszen csak úgy tudjuk ránevenni a gyerekeket arra, hogy a kert rendezett legyen, szép legyen, hiszen ha elmegyünk az országhatáron kívül, akkor meg kell nézni, hogy milyen gyönyörűek a kertek, és remélhetőleg, hogy itt is elérjük ezt Magyarországon. Itt Budapesten, legalábbis zuglott területén, hogy ilyen szép kertek legyen. Mesélsz nekünk egy kicsit arról, hogy miért szeretsz kertészkedni? Hát csak. Na mesélj. Ezt csinálja, igaz? Mert szeretem. Tényleg? Hány éves vagy? 4. A szerszámokat a Fiszkász biztosította. A növényeket a Borhi Kertészet szállította. Együttműködő médiapartnerünk az edenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövessen nyomon ön is a Virágzó Zugló programot a kertész.blog.hu-n, a Facebookon és a virágzozugló.hu oldalon.